Új emeri berendezéssel bővül csaknem 400 millió forintból a 60-i kórház eszközparkja. Az átadáson a térség polgármesterei és közéleti szereplői is nagy számban jelentek meg. Diagnosztikába a csúcsra jutottunk, azt lehet mondani, ez ma a világ élvonalába tartozó diagnosztikai készülék, ami úgy gondolom, hogy nagyon fontos ebbe a kórházban. A 60-i kórház külön két speciális területet tud ezzel kiemelten ellátni, és nem kell Budapestre vagy éppen Egerbe menni az itteni betegeknek. Az egyik baleseti sebészet, tehát traumatológia területén, bármilyen balesetben vagy egyéb dologban balesetes szenvedett kedves beteg azonnal ellátást tud kapni, vagy diagnosztikát tud kapni. A másik pedig a rákos megbetegedések. Eddig 60 környékén nem volt ilyen készülék, nem mindegy, ha a családban egy ilyen probléma fölmerül, milyen gyorsan tudjuk a kort diagnosztizálni, és ezáltal milyen gyorsan tudjuk kezelni, ápolni, tudjuk, hogy ma már a rák az gyógyítható. Melyik volt nehezebb, a gépet megszerezni, a berendezést, vagy a hozzátartozó finanszírozást? Semmit se adnak munkanélkül és küzdelem nélkül, úgyhogy mind a kettő nehéz volt, de hála az égnek, hogy az Állami Egészségügyi Ellátóközpont teljes egészében támogatta a gondolatainkat, illetve maga a EMMI-n belül az Egészségügyi Államtitkárság a fejlesztés mellett volt. Úgyhogy hála az égnek mind a kettő dolog összejött, és ma már elmondhatjuk, hogy stabil, biztos ellátási központ van 60-ban. Három járás 150 ezer lakosát fogja kiszolgálni ez a berendezés. Az Aszódit, a 60-it és a Gyöngyösit egyszerre, jelentette ki dr. Stankovics Éva főigazgató. Ennek a titoknak a kulcsa az Szabó Zsolt volt, mert akármilyen hihetetlen, ez az ő ötlete volt ez a berendezés. Tavaly ilyen tájt felhívott, hogy ő úgy gondolja, hogy ebből a kórházból még hiányzik egy emeri berendezés, és akkor kerestük meg a fenntartót, természetesen a szakmai felettesünket, és vele együtt pályáztuk meg ezt az uniós forrást, aminek a segítségével megvalósulhatott ez a projekt. Decemberben érkezett meg a készülék, akkor helyezték üzembe, úgyhogy nagyot álmodtunk, és úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon köszönjük, hogy ez megvalósulhatott. Szakmai szempontból mivel több a 60-i kórház most ezzel a berendezéssel? Hát ez egy jogos kérdés, ugyanis majdnem egy megyei kórház, vagy azt mondom, bátran mondhatom, egy megyei kórházéval megegyező diagnosztikai szolgáltatást tud nyújtani ez az intézmény. Az emeri berendezés, az a röntgen diagnosztika egyik csúcsa. Ez egy másfél teszlás készülék, nagyon-nagyon nagy tudással, nagyon nagy lehetőségekkel, tovább bővítési lehetőségekkel is, olyanokkal, amik most jelen pillanatban nincsenek benne, vagy nem tartottuk még szükségesnek a kórház szakmai munkájához. Óriási. Gondoljon bele mindenki abba, hogy nem kell elmenni egy másik budapesti vagy egy távolabbi intézménybe, nem kell 2-3 hónapot várni egy MR-vizsgálatra, hanem itt a járóbeteg szakrendelésen vagy a fekvőosztályon megkapja a beteg a beutalóját, és le kell fáradni a földszintre. Ez egy óriási dolog. Egy 3 járást kiszolgáló berendezésről beszélünk, ami azt jelenti, hogy az Aszódi, a 60 és a Gyöngyösi járást, tehát több mint 150 ezer ember lakos szolgáltatását fogja ez a gép nyújtani. Óriási előrelépés szakmailag is az intézménynek. Mekkora az értéke a gépnek? Ez a beruházás 400 millió forintból valósult meg, abba beletartozik ennek, ahol állunk most, ennek a helységnek a kialakítása, az informatika, a diagnosztikai szolgáltatás kialakítása, a megfelelő archiváló rendszer, informatikai rendszer hozzá kapcsolása, úgyhogy a teljes projektről beszélünk, akkor 400 millió forint. Mint megtudtuk, a következő lépéseket energetikai beruházások és a liftkorszerűsítés megoldásában, az ultrahangkészülékek cseréjében, a konyha és a mosoda korszerűsítésének elérésében látják a kórháznál, de tervben van további napelemek felszerelése is.